Mikor és miért adta a fejét egy fiatal ember a tekvandó sportágnak? Mert hogy úgy tudom, hogy nagy rajongója volt, sőt gyakorlója a kézilabdának, a futballnak, az atlétikának. Igen, hát a tekvandó az, mint sportág, minden fiúnak egy egy állomás, és ugye minden fiú azt szeretne, hogy megvédje magát. Ez volt az elsődleges cél. De mint a taekwondo előtt minden sportágat kipróbálva az egyéni sportágokban nagyszerű eredményeket értem el versenyszerűen, de úgy gondoltam, hogy a taekwondo az mégiscsak egy fiú sportág, és már gyerekkoromban eldöntöttem, hogy vagy nagyon jó sportoló leszek, vagy nagyon jó edző, és ez végigkísérte az egész pályafutásomat. Jelenleg három danos mester, és hány év óta csinálja ezt? Hát már 22 éve tekvandózom, és mellette egy új sportággal is, a Hapkidóval is már 7 éve foglalkozom, és annak is a danos fokozatát szeretném letenni. 1992-ben kezdtem el tekvandozni, 7-8 évig tekvandoztam egy mesteremnél, és utána úgy döntöttem, hogy én ezt önállóan is fel építeni, és 98 őszén kezdtem el egy szakosztályt vezetni. És később annyira kinőttük magunkat, hogy 2002-ben Pesten beintottuk, a Tekvandót 2002-ben. És ezek után, amikor kistarcsára kiköltöztünk, úgy gondoltuk, hogy itt miért ne lehetne a gyerekeket megmozgatni, és egy nagyszerű harcművészetet oktatni, és így jött létre 2009-ben kis tartsán a Tekvandó szakosztályunk. Milyen helyet foglal el a kistarcsa sport életében az önök egyesülete? Hát én nagyon remélem, hogy az első helyen, hiszen az újságokban őszintén minden hónapban benne vagyunk, nagyon sok nemzetközi és országos bajnokunk van, a PUMZE, a Forma Gyakorlatok világában nagyon erős a, a szakosztályunk, de a tekvandónak a hat elemét is tanítjuk, mert mi egy harcművészeti iskolák vagyunk. Miután én is hogy egy családapa vagyok, megszületett a kislányom, rá kellett döbbennem arra, hogy már óvodáskorban nagyon fontos az általános mozgásanyag megtanítása, ami nagyon sok gyereknél hiányzik. A kúszás, mászás, a mozgáskoordináció és az egyensúly, illetve a érzék. Így kezdtük el az óvodás gesztenyóvodában elindítani már hat éve, és ennek kapcsán az utánpótlást is fejleszük, és iskolában tovább tudják vinni a gyerekek, és már egy jó egy-másfél év tanult alaptechnikák után egy nagyon jó sportos gyerekek válnak. És mivel a gyerekek nagyon szeretnek, elmondják otthon, így lehozzák az apukájukat, apukájuk, anyukájukat, és erre kitaláltunk egy új programot, hogy kifejezetten csak szülőknek önvédelmi oktatást is tanítunk egészséges életmódot szeretné nevelni kis tartsát. Ebbe beletartoznak azok a programok, ahol a szülőkkel le tudunk ülni, beszélgetni, és látják, hogy mi tényleg komoly egyesület vagyunk, és megmozgatjuk őket. Tehát a sportnapok, a versenyek, vizsgák, nyári edzőtáborok mind-mind arról szólnak, hogy a gyerek jól érezze magát nálunk, és mindenki megtalálja a számításait.